így nem lesz diszonancia, nem fogja egymást kiütni a két mélysáv, stb. Stb. Nagyon sok praktikus ötletet lehetne erre mondani, hogy ez miért így van. A lényeg az az, hogy ugye itt végig az első sávon van a dobunk, aztán van ez a kis mély hangszerünk, amit ugye beraktunk. Aztán van egy loopból kivágott, egy ilyen érdekes, szerintem ettől lesz igazán ilyen vagány a zene, vagy nem tudom pontosan, hogy mondjam. És ugye ez hangosodik fölfele egészen addig, amíg ugye a kék sávot itt ugye látjuk végig, hogy hangosodik. Bizony, mindjárt mondom. Tehát láthatjuk itt, ahogy véget ér a maga a hang, mert ugye itt a 49,1-nél, ez egy ilyen, az ACID-nek egy saját beosztása, bároknak nevezik, teljesen mindegy. Itt véget ér 49,1-nél a hang, és ugye van rajta egy, ha jól emlékszem, akkor egy reverb, igen, és ez a kedvenc zengetőm, úgymond. És az benne a csavar, hogy az sem egy adott dolgot csinál, hanem az is folyamatosan változik. Tehát, hogyha most behozzuk ide a reverb-öt és elindítjuk, akkor láthatjátok, hogy itt a százalékjel az folyamatosan nő. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan egyre több effekt kerül az adott csatornára. És nyilván ezt is ugye a... És természetesen a decay time is, ami maga a lecsengés hossza, folyamatosan nő. Így gyakorlatilag bármelyik paramétert lehet automatizálni. Az automatizálás az pontosan ez, amit itt látok, hogy ezek a kis vonalkák módosítják magának az effektnek a paramétereit. Tehát gyakorlatilag itt, hogyha ráviszem az egeret, akkor mutatja, hogy ez a wet dry, tehát ez a... annyit tesz angolul, hogy vagy száraz, vagy pedig ugye az effekttel ellátott durván ezt jelenti, és ez ugye folyamatosan kerül rá, és a végén, amikor már eljutunk itt az utolsó negyedbe, akkor már szinte nem is a hangot hallod, hanem egy ilyen nagyon nagy masszát. És azért van így hirtelen levágva, mert megtehetném azt, hogy itt megy kilométereket ez az effekt. Bocsánat, ez nem az, még akkor adunk rá ide. Azt mondja, igen, ez lesz az. Igen, mert nem látom, mert elég hülye szögből nézem a monitort. De itt, ha ezt feltolom, akkor halljátok rögtön, hogy... akkor kilométerekig elszól még. De erre igazából nincs szükség, mert ez a zene pont egy ilyen igazi, hát szakmai nyelven úgy hívjuk, hogy hatásvadász. Ezt szeretik a népek, igazság szerint. És akkor megyünk tovább. Vannak természetesen loopokat is érdemes használni, ami azért jó, tehát loopokat akkor én speciál arra használok, hogy kitöltsem a zenének az üres részeit. Tehát én loopokra a zenének a jellegét egyáltalán nem építem. Tehát amikor hallom azt, hogy a Beatporton volt olyan loop, amit megtaláltam 16 darab zenébe, azért az úgy egy kicsit már vicces, meg igazság szerint olyan loopokat érdemes használni zenébe, ami igazán jelleget nem ad az adott zenének. Most ez lehet, hogy kicsit bonyolult, de ilyen semleges dolgok, amiket lehet, hogy beleraksz másik három zenébe is, és igazán nem fogja senki észrevenni, mert nem egy karakteres hang. Tehát kongákból 666 milliárd elérhető a világon, tehát ezt a kutya nem fogja tudni, hogy ezt te most honnan vetted, vagy kivágtad, vagy... Tehát érdemes a loopokat ilyen tölteléknek használni. Aztán a hat az a hi-hatnek a rövidítése, természetesen ez egy cín, ez szerintem egyértelmű, de itt rá is zoomolok jobban, hogy látszódjon, hogy azért itt tényleg hangok vannak. És ennek is ugye változik a hangereje, tehát pontosan itt, ahol ugye van ez a brutális beindulás, ott a cín teljesen kimegy a képből. És akkor van egy további hangszerünk.
Ez is gyakorlatilag egy cín. Én szoktam egyébként egy zenében nem csak egy cínt, hanem többet is tenni, pont azért, hogy vastagabbnak halljad az egészet. Tehát sokan azt rontják el, hogy beleraknak egy cínt, és jó van, el van intézve. Beleraknak egy basszust, és azzal el van intézve. Igazság szerint, ha jó az a hangzás, akkor tök mindegy, hogy öt cínt raktál bele, meg három basszust, vagy csak egy basszust. Igazság szerint ennél is, tehát ezért azt mondom, hogy gyakorlatilag a lehetőségek száma végtelen, mert ezt egy másik ember teljesen másképp fogja megcsinálni, nem is ezt a hangot fogja szimpatikusnak találni, nem is ezt a cínt fogja beletenni, hanem egy hosszabbat, vagy egy rövidebbet, tehát gyakorlatilag végtelenek a lehetőségek. Megyünk tovább, itt van egy, ez pontosan mi is? Ez egy ilyen nagyon-nagyon hosszúkás taps, és ami az érdekes, hogy ezt ebből a hangból vágtam ki. Tehát annyi történt, hogy ez eredetileg, ezt most belúpolom ezt az egy sávot, ez ilyen volt eredetileg, bocs, ide kell egy ilyen. Tehát gyakorlatilag ez ilyen volt ez a hang, de én azt csináltam, hogy csak fönt ebbe a sávba, a 9-esbe csak a cint tartottam meg, és itt látszik is, hogy az Echo lézeren az alját azt le is vágtam 100 Hz-nél, mert úgy gondoltam, hogy az nem kell, meg amúgy is csak ilyen fölösleges zajok maradnak a zenébe. És a tapsot meg áthelyeztem, amit ugye ebből a loopból vágtam ki, áthelyeztem egy új csatornára, az pedig ilyen fifikás módon 150 Hz-nél van levágva, ha jól számoltam, jól láttam. És a 4-es, ami egy ilyen nagyon széles valami, elvileg ez meg egy ilyen 600 Hz-nél volt egy kicsit, talán 3-at, vagy 2-t kiemelve, legyen 3. Tehát gyakorlatilag a két, tehát ez egy hangszerből csináltam ugye kettőt, két külön sávra, másképp equalizereztem mindkettőt, mert az én fülemnek így valahogy jobban szólt, és azt gondoltam, hogy ez így jobb, kerekebb, és akkor gyakorlatilag ugye egy hangszerből csináltunk kettőt. Ez is egy loop, és igazság szerint annyira passzolt. Tehát én azt szoktam csinálni, hogy ha már van egy jó alapom, akkor elkezdek így hülyeségből bedobálni loopokat. És amelyik úgy passzol a történethez, azt érdemes megtartani. Mert ez is egy jellegtelen, tehát erre tudnál akár C-molt, bármit rátenni, olyan hangszint, amit akarsz, mert ez egy semleges hang. Igen. Ez mi lesz? Azt mondja. Igen, ez kicsit ilyen, nem is tudom, birka hang, vagy nem is tudom, minek neveztem el. Egyébként nyugodtan bárkinek bármi kérdése van, nyugodtan bármelyik pillanatban szóljon közbe. Ez meg egy ilyen női hang, tehát ez, azt sem tudom, hogy honnan jött, AHFX a neve. Ezen nincs semmilyen effekt. Ez egész egyszerűen csak ennyit csinál, hogy ide le van rakva. Ugye leraktam egyszer, ezt itt elvágtam, erre nem volt szükség, és leraktam utána még egyszer úgy, hogy csináltam róla egy másolatot, így ezt levágtam, és ide húztam. Ennyi történt, és ennek ugye ez lett a hatása, hogy ez már nem kell. Jó. Igen, itt is látjátok végig, tehát azért vannak variálva a hangerőkkel sok helyen. Tehát ahol egy picit úgy érzitek, hogy kiüt vagy valami, nyugodtan lehet lehalkítani azt az adott. És itt megint az történt, hogy egy sávból csináltam kettőt, és az egyik az szól ugyanúgy effekt nélkül, és utána az alatta lévőn már van egy nagyon elnyújtott reverb, és azért kellett ezt halkabbra venni, mert ugye a két sávnak a hangereje összeadódik. Tehát ha ezt hagytam volna simán nullán, nulla decibelen, ugye ami ez, akkor már nekem az én fülemnek egy kicsit kiütött, úgyhogy fogtam és levettem -3-ra. Most nem tudom, hogy hol van a mínusz, mert nem látok. Jó? Vegyétek úgy, hogy most az -3. És akkor gyakorlatilag épül tovább a zene. Vannak az úgynevezett, ezt nem is tudom kivel, ott az asztalnál lent valakivel beszéltünk ezekről az átvezető hangokról.